O resto... Minhas... Sziasztok srácok lányok, itt Zsomac. köszöntök mindenkit egy újabb videóban és a mai napon meg fogjuk nézni a Brawl Stars a létező legrosszabb grafikán, ahogy játszani lehet. És sokasan már olyat fel benned a kérdés, hogy az Istenem fog Zsomász úgy Brawl Stars-hozni, hogy rosszabb lesz a grafika. Most az a helyzet, hogy a telefonomon a Samsung Galaxy S21 ultra van egy olyan funkció, hogy a játék minőségét, valamint az FPS-ét lejjebb lehet venni, és a mai napon azt fogjuk megnézni, hogy ha mindent a minimumra, akkor hogyan fog futni a játék az egyik legdurább telefonon jelenleg a Piacon. Hogy ez miért jutott eszembe, fogalmam sincs, gondoltam, hogy érdekes lehet megnézni a játékot úgy, hogy nem csak egy rossz Gafrika, hanem rossz FPS is lesz, de próbáltam még ki, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen eredményeink lesznek. Úgyhogy igazából mutatom is, hogy ezt hogyan tudjátok elérni, hogyha Samsung telefonotok van. Igazából be kell kapcsolatok a Game Booster-t, és ha bekapcsoltátok, akkor elhozátok itt jobbra a telefon, itt található az ikonja, és az ikonoknál itt le kell töltenetek tulajdonképpen egy plugin amit én már letöltöttem, és rá kell a rá kattintatok a pluginokra. Ha rákattintatok, akkor kapcsoljátok be a Game Booster Plus nevezetű plugin és itt kattintatok a Brawl stars -ra. majd ha rajta vagytok, itt láthatjátok, hogy, játok, hogy be tudjátok állítani a dolgokat. Itt van például, hogy mire fókuszáljon a játék. Hát igen, a teljesítmény helyett fókuszáljon szerintem inkább arra, hogy kevesebb aksit fogyasszon. A játék grafikai minőségét vegyük le 100%-ról 30%-ra, vagy a max FPS vegyük le minimumra. A fényerőt azt most nem tudjuk állítani, és lényeg az, hogy rá arra, hogy apply, állj, azaz állítsuk be a beállításokat, és most ha visszalépünk a Brawl Stars-ba, akkor láthatjátok, hogy mennyivel rosszabb minőségű lesz. Én egy is a Brawl Stars erről szerintem, és nézzük is meg, hogy mennyire rossz minőségű. Atya úristen, de laggol. Jézusom! Úristen, de pixeles! Úristen, de pixeles, játszok, nem tudom mennyire adja ez át egyébként. Mennyire laggol! Jesus Christ! Ne, ne, nem a kamerába. Nem tudom, mennyire látszik, de rettenetesen pixeles a kép, valamint rettenetesen laggol. Elég vicces lesz így játszani. Lehet egyébként emulátorokkal még lejjebb lehet vinni a minőséget, tudod, az emulátorok egyébként tiltottak a Brawl Stars-ban, szóval ha ti azzal játszotok, akkor vigyázzatok, nehogy véletlenül bannolják a fiókotokat, úgyhogy ez előfordulhat bármikor veletek. Remélem, hogy elég átadja a videó, hogy mennyire le lett rontva a minőség, úgyhogy nézzük is meg, és nyomjuk egy-két játékot. Van challenge-em, úgyhogy a challenge fogom csinálni, questek, Kilenc ellenfelet öljünk meg tikkel, valamint uh, sebezzünk gemgrabben. Nagyon jó. Indítsunk el egy mérkőzést. Atya <laughs> úristen, laggol. Már én is te úgy érzem magam, mintha Jó, hát egyre a játék az jól fut, csak annyira pixeles a grafika, hogy hihetetlen. Hihetetlen. Na nézzük csak. Amúgy nem, nem laggol annyira egyébként. Nyilván egy csúcs beszélünk egyébként, és nem is annyira zavaró, mint gondoltam, hogy lesz, de nagyon furcsa, és, 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 és a szememet érzem, hogy bántja konkrétan ez az egész. Tehát ez de egészséges, nem tudom, miért van ilyen opció egyébként a játékon belül, illetve a Samsung telefonokon belül. Nem tudom, nem tudom, van ilyen, gondoltam, kipróbáljuk, vannak még más pluginok is, megnézhetjük egyébként azokat, de szerintem így játék szempontjából nem túl relevánsak ezek, úgyhogy próbáljunk meg igazából úgy játszani, hogy, hogy nem roncsuk el a szemünket. Én, én nem akarok nagyon sokat játszani, mert én biztos, hogy Benne, hogy ez, ez, nem tesz út a szemünknek. Hát biztos, hogy nem tesz út a szemünknek, pláne én vagyok, nem százos a szemem, ugye. Nyilván azért nem vagyok vak, meg látok szemveg nélkül, de azért, azért, azért ez nem a legjobb. Azért azt megállapíthatjátok ti is. Nagyon remélem egyébként, hogy nem javítja fel az OBS, valamint a, 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 az egész a minőséget, mert ez itt nagyon szörnyen pixeles. Lejjebb nem tudom venni, ugye nyilván ez azt írja, hogy 30 százalék 100 hoz képest, tehát nem tudom ez hogy van kiszámolva egyébként. Azért nem tudik annyira vészesen rossznak mint 30% a 100-hoz képest, de kifejezetten nem jó kifejezetten nem jó. Brawl Stars nulla grafikán. De nem annyira laggoltam, szóval nem volt annyira vészes, bár valószínűleg az annak köszönhető, hogy egy elég durva kis mobillal játszok. Ami az egyébként linkeket találtok a leírásban, mert hát Samsung partner vagyok, ha valaki nem tudta volna. Még esetleg most néztem meg sajnos azt, hogy mennyi FPS-sel fut a játék, valamint mennyire használja a processzort, valamint a ram a játék, azt nem tudom megjeleníteni a Brawl Starsnál. Ez most sajnos kimarad. Meg kell elégednetek ezzel a laggos gameplay-jel. én azt gondolom, hogy a menüben laggol a a játék. Meg az animációknál, amikor valamilyen karakternek mozognia kell, ezek nem így néznek ki. Bár amúgy én esküszöm azt látom, hogy itt rosszabb a minőség, mint a videón. Jó, nem a legjobb, nem a legjobb minőség, azt kell, hogy mondjam. De mindegy, játszunk még! Nem akarok tényleg sokáig játszani, mert itt a végén még elrontjuk a szemünket. Meg a tiéteket sem akarom egyébként elrontani, elnézést kérek. Nyilván, ha valaki hosszú szem, akkor vagy szemüvegben nézd a videót, vagy. Vagy sehogy, és ezt, ezt nem azért mondom, mert mert, mert nem akarom, hogy nyilván néztek videót, ez azért, hogy ne legyen semmi problémátok, mert nem én akarok lenni az zebra, aki hogyha a zebeiteket, de ezt, ezt gondolhatjátok. Come on! Sebezzünk, kilejünk! Nyerjünk, mindent nyomjunk egybe, csak a Brock az meg köszönöm szépen. Oké, okay. 190 HP, OP, nézzük csak, BOOM! És a Colt szétszedi, én nekem pedig nagyon hílen nem kell, mert bajok lesznek. Barleyt szétszedjük, mindenkit szétszedünk, ez a küldetésünk, hogy szétszedjük mindenkit. Hát egy ilyen kevés kupás meg még jó, hogy szétszedünk mindenkit, legalább hogy a gameplay nem kell annyira figyelni. Ezzel főként nyilván a legkisebb karakter, mert hogy nehogy valami probléma legyen aztán, Erről csak egyébként rosszabbra számítottam. Őszintén. Azt hittem, hogy rosszabb lesz, de nem annyira vészes, mint gondoltam. Aminek amúgy örülök, mert ennél rosszabb szerintem az már tényleg ártana is. És, és tökre értelmet lenne egy ilyen funkció egy telefonban. Mondjuk ezt sem értem teljesen. Legalában. De legalább van. De legalább van. A meccset pedig megnyertük. És a két challenge reméljük meg vagyunk. Yes, 200 token a markunkat. Nézzük ezt az animációt, hogy mennyire lesz laggos. És a nem lagos. Az nem az nem lagos, hogy csak a karakter mozgások egyébként. Let's do this! Én azt mondom, let's do this, guys! Azért, azért én sokkal, tehát hogy azért szerintem lehetne sokkal rosszabb is egyébként, szóval én, én örülök ezzel az egésszel valamint azt hiszem, nem kell annyira nagyon durván szenvednem, mert azt az, az szerintem senki nem lett volna jó, hogy konkrétan két pixelt látok a Brawl stars és úgy veszek fel videót róla. De mindegy, értitek a lényeget, nem kéne meghalni, nagyon szépen belőttem a falhoz a támadásaimat, és meg is haltam, gratulálok nem baj, legalább a fogni a rossz grafikára, hmm. Vagy lehet egyébként, na várj, mi van, hogy a telefonom kijelzőjének a minőségét is leveszem. Mert most ilyen ultra -high, nem tudom micsodám van egyébként, Ó, uh, nézzük már meg, mert ugye az Androidon, meg a Samsungon is ugye lehet állítani ö, általában ezeket, úgyhogy ö, ezt most mindjárt megnézem. Nem tudom, ott se lehet annyira nagyon durván levenni, de most ez kíváncsi vetett, tehát bár így is egyébként néha kell, hogy ne legyen baj, de meglátjuk, megnézzük. Legalább egy meccseréig is nézzük meg, hogy mennyire lehet levinni ezt az egészet. Na! meg is nyertük a mérkőzést, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy állunk a challenge-ekbe. Ja, mindenni akkor mindegy. Nézzük meg akkor. Pálytások, kijelző. Vegyük le 60 hz a kijelzőt, először is. Képernyő felvontás, igen, most VQHD pluszban van, ami azért elég OP. Vegyük le HD pluszra, ami azért... Aha, ú de furcsa. Jó, akkor nézzük meg így a Brawl Stars. Na, kíváncsi vagyok, rosszabb lesz-e valamivel? Rosszabb lesz-e valamivel? Úristen! 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 a srácok? Mi ez a rossz minőség? Jézusom! Jézusom! De várjatok! Ezt meg kell mutassam a kamerába, ha nem látni eléggé jól így. Tehát konkrétan ezt nézzétek, srácok. De miért nem adja vissza? Miért nem adja vissza? Szörnyű a minőség, szörnyű. Akkor játsszuk így egy pár mérkőzést. Ez érdekes lesz. Reméljük visszaadja. Nézzük, hogy adja Atya úristen. Igazából ezzel csak ugye a játék minőségét rontottuk le. Ú, de most jobban laggal is. Most jobban laggal is. Úristen. úristen. Úristen! Mi az Isten? Na jó, ennél ez... Ó... Oh. Oh. <laughs> jó, ennél többet egy mérkőzés... De ez, ez jobb, a lag... De miért laggol? Ugye le... Oké, okay, levettük hat... 60 Hz, de ez mi? Ez nagyon. Itt egy többet nem fogok bírni, srácok, lányok, mert ez nagyon-nagyon kemény. Talán kettő. De, de ez mi? Konkrétan olyan érzésem, mint hogy egy ilyen 8-bites játékot játszanék, egy ilyen direkt pixeles játékot, mert ez mi egyszerűen? Ez micsoda, ez nagyon durva. Nem tudom, ki a csapattársaim nevét. A sajátomat is csak azért tudom, mert tudom, hogy mi a neve a karakteremnek. De ez nagyon kemény. Nagyon-nagyon kemény, srácok. Úristen. Ezt ne próbáljátok ki. Ez micsoda konkrétan. Ez micsoda. Nagyon szedjük fel ezt a koronára, azt ot Jesus Christ. Ez nagyon durva. Hát ez senkinek nem ajánlom, ez tuti a szemet. Ez tuti a szemet, bocsi srácok, elnézést, jó úristen. Na jó, ebből még egy utolsó és utána ezt, ezt hagyjuk az örök életre. Örök életre. Úristen! Oh my god. Oh my god. Hát ez szörnyű. Ezt nem tudom miért csinálom egyébként. De nézd meg azt a bálit! Most már megpróbálsz, hogy ránagyítok egyébként a videóban. Na, a, a, a nagyon kíváncsi vagyok, a, a, az nagyon... De, de konkrétan nem látom, hogy mi történik Laggol, ahogy húzom minden, ahogy mozgok. Nagyon kemény. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény. És hogyha nem is lenném a Brawl Stars-ot, fogalmam sem lenne, hogy mi történik konkrétan, mert ez valami rettenetesen kaotikus. mintha nem is tudom, mint hogyha visszamentük volna 20-30 évet az időben, és így akkoriban kiadott játékkal játszani, Vagy sőt, még rosszabb. Azok még jobbak voltak, esküszöm. Hát ez nagyon furcsa így. Jézusom. De tényleg ezt nem erőltetem, túlzottan, mert ez biztos vagyok benne, hogy nem tesz túl jót. Senkinek! Úgyhogy ezután a játék után öm, maradjunk annyiban, hogy Jézusomból öm, abba adjuk ezt a projektet. Jó volt, érdekes volt, de... De elég volt. Kifejezetten elég volt, srácok. Én ezt nem akarom senkinek a szájába tolni erőltetni, bár valószínűleg, ha ideig a videóba, akkor még nézze a hülyeségeimet. Köszönöm szépen egyébként, nagyon szépen köszönöm, de ez azonnal állítsuk vissza. Azon nyom... Jézusom! Na várj, lépjünk ki a Ó Úristen, de laggol. Jéz. Atya úristen, atya úristen. Mi ez? Mi ez konkrétan? Oh my god, tokenek. <laughs> Mi ez? Mi ez? Jézusom, mintha valami pixeles karakter lenne. Mindenki. Úristen, na jó, állj csak vissza azonnal. Először visszarakom 120 Hz-re, majd visszarakjuk a legjobb minőségűre. Már így is nagyon sok változik egyébként, de miután vissza visszaléptünk a brawl nem akarok meccset indítani. Nem akarok meccset indítani, nem akartam itt a Game booster -t. Hát, I guess ezt most meg kell nyerni. Egy pillanat, srácok. Egy pillanat. Rá! Srácok, húzzátok már azt a hülye hotzont. Bibi, te mit csinálsz ott? Kilátszott a bokorból ráadásul. Halló! Sikerült. Most megpróbálok nem még egy mérkőzést indítani. Így. Aha, Game Booster, pluginok, -ok. Game Booster Plus, teljesítmény, 100% és max grafika. Ja, gondolom újra kell hogy játékot, yes! És most pár mindennek rendbe kell lennie, mindennek. Ott is van mint a régi szép időkben. Hát igen, hát igen, el sem képzelni, hogy mennyire rossz lehet egy rossz kijelzőjű, lagos telefonon bolszászozni. Hát azért remélem, mennyire rossz nem. Azért remélem, hogy ennyire rossz nem. Hát köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztek ezt a videót, és részletetek ebben a nagyon érdekes és furcsa social experimentben, amit megnéztem, hogy mennyire rossz lehet rossz FPS-sel rossz minőséggel játszani a Brawl egy túl super telefonon. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartotok ma is ebben a csodálatos videóban. Ha tetszett, a egy lájkot is, iratkozzatok fel a csatornára. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok. Használjátok a Zsomac kódot, rendeljetek Zsomac terméket, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Kudott már az unalmas pólókat, pulcsikat? Aha. hogy és te is legújabb limitált Brawl os mintájára. Jó. De hol van? kiváló minőség, 50% zsomac, 50% Brawl Stars. Szerezve most te is a zsomacos termékeid, de csak limitált ideig. Ajándék zsomacos aláíró kártyával. Minden rendelés mellé, csak a zsomac.hu. Link a leírásban. Erre pedig már nem lesz szükség. Nem csak pólók, pulcsik, párnák, bögrék, hanem meg annyi találsz.